Még a fiatalok nem isznak pálinkát, de fognak majd. Szerte a Kárpát-medencében élők pálinka iránti tisztelete generációk óta élő hagyomány. Ezt szeretnék fenntartani Bátaszéken is. Hát a Bukovinai Székely Szövetség párlat és pálinka versenye ugye harmadik alkalommal lett megrendezve. A Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesületének tagjaként mind a hárman ott voltam személyesen is a bírálatoknál. Nagyon örültünk annak, hogy egy növekvő tendencia van a benevezett tételekkel kapcsolatban. Jól emlékszem, először 62, utána 105, és hogy azt hiszem most 147 tétel volt. Ez is mutatja, hogy egyre több az érdeklődés, ugye egyre több a magánfőző, aki ide elhozza megmérettetni a pálinkáját. Szinte automatikusan megöröklődik a gyümölcslepárlásának a hagyománya és a szakértelme, ami idén változatos ízeket eredményezett a versenyen. Találkoztam ginnel, például zöldfügével, de azért a klasszikus szilva, őszi, kajszi, barackok és hát a jó törköly és szőlőpálinkák is megjelentek. A Bátaszék és a hozzá hasonló rendezvények hozzátesznek ahhoz, hogy mind értékesebb és mind jobb minőségű pálinkák kerülhessenek az asztalra. Régen mondtam, hogy hát tulajdonképpen a bukovinai székelyek, ugye mert borverseny van nálunk régen visszalépve, de igazán pálinkát ittak a székelyek, mai napig is szívesen. Úgyhogy mivel ma már olyan fajta minőség felé ment el a pálinka készítése, ami úgy gondolom számunkra is mindenképpen feladatot tűz ki, hiszen ezt támogatni kell, segíteni kell, részt kell benne venni. A rendezvény színvonalát a Bátaszéki Székely Kórus emelte, mely a bukovinai székelyek népdalkincsének méltó őrzője, illetve a zenés összeállítása tette hangulatossá az est hátralévő részét.